Sziasztok! Hát folytassuk egy imával. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ma. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Köszönjük ezt a dicsőítést. Köszönjük ezeket az igazságokat. Köszönjük, hogy megnyugodhatunk a te jelenlétedben. És bízom benne és remélem, hogy most megnyugszunk, hogyha valaki úgy is jött be, hogy nyugtalan a szívünk, akkor kérlek, Uram, hogy szólj hozzánk, hogy bárki, aki hallgat minket az interneten, éníts meg a szívünket, éníts meg minket a te szavaiddal, ezekkel az igeversekkel, amik el fognak hangozni. Kérünk, Urunk, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a szemeinket, segíts, hogy tudjunk bízni benned, hogy amiket mondunk, hogy amiket olvasunk, ezek ne csak szavak legyenek, amiket lehet, hogy már sokszor mondtunk, vagy sokszor olvastunk, hanem hogy élővé váljanak, hogy valóságá váljanak. Köszönjük Istenünk azt, hogy ez valóság, hogy te valóságos vagy. És csomó minden körbevesz minket, és megzavar minket, aminek lehet, hogy nincsen köze az örökkévaló dolgokhoz, és csak elmúlnak, de felborítják az életünket. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk összpontosítani a fontos dolgokra. Tisztíts meg minket a te igazságoddal, Urunk. Kérünk téged Jézus nevében. Amen. Amen. És csak néhány gondolat, és nyilván gondolkoztam, hogy miről lenne érdemes így beszélni, az imán és a hiten gondolkoztam, az elmúlt napoknak a fényében, így azt láttam, hogy azon gondolkoztam, hogy mennyi minden információ ér minket, és hogy az ember, nem tudom, hogy ti hogy érzitek, azt láttam embereken, akár hívőkön, hitetleneken, hogy annyira könnyen meg lehet minket zavarni, annyira könnyen bejöhet egy békétlenség az életünkbe, mert egyszerűen csak jön egy hír, jön egy információ, és lehet, hogy elhiszem, és lehet, hogy nem igaz. És hogy ezek az emberek, főleg a hitetlenek, látjuk rajtuk, hogy mennyire megkavarja őket ez az egész, ami történik a világban, és hogy mennyire egyedül vannak ezek az emberek. És nem tudom, hogy ti éreztétek-e úgy, hogy így rátok zúdulnak ezek a dolgok, és hogy kicsit ilyen egyedül érezzük magunkat, vagy úgy érezzük, hogy ez az egész így össze akar nyomni minket, vagy hogy nem látjuk, hogy akkor most akkor mi lesz, hogy hogyan megy tovább majd az élet, vagy mi fog történni. És arra gondoltam, hogy annyira nagyszerű, hogy nekünk van egy Istenünk, és ezzel az Istennel lehet egy közösségünk, és ez az, amire hív minket ő. Ugye 1 Korintus 1.9-ben azt mondja, hogy ő elhívott minket a vele való közösségre, és azt mondja, hogy ő hű, hogy hű, aki elhívott a vele való közösségre. És hogy ez egy nagyon fontos, ez egy kulcsfontosságú gondolat az életünkben, ami remélem, hogy valóság, hogy napról napra valóságá válik, hogy nem csak így élünk bele az életbe, tudod, és elmegyek dolgozni, eljövök ide Isten tiszteletre, és reméljük, vagy remélem, hogy értjük azt, hogy nem csak itt van itt Istennek a jelenléte, hanem Isten mindig veled van, és Isten mindig megszólíthatod. És hogy ő hív erre a közösségre. Nem csak arra hív, hogy ide gyere, és közösségben legyünk, mert ez egy nagyszerű dolog. Tudjuk egymást bátorítani. Lehet, hogy csak szükséged volt, hogy ide gyere is, és remélem, hogy felépülsz, hogyha erre volt szükséged. De hogy otthon, a belső szobádban ugyanígy felépülhetsz. Hogy Isten hív erre a közösségre, hogy ne legyél egyedül ezekkel a dolgokkal, hanem Isten azt akarja, hogy ülj le, legyél csendességben, és mondd el neki a félelmeidet, a gondolataidat, az aggodalmaidat, hogy tárd ki, önsd ki a szívedet neki, és ő,
Mert tudod, ő arra hívott, hogy vele éljed az életedet, és hogy ne egyedül. Ezért halt meg, érted? Ezért a közösségért, és nem azért, hogy tudod, csak így legyünk egymás mellett, hanem azért, hogy éljünk ebben a közösségben. És csak egy ige vers, a Máté 6:6. Itt azt mondja Jézus a tanítványoknak, azt mondja, te pedig mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És csak ez a gondolat, hogy ott van ez a békesség az atyánkkal a belső szobába, és Isten hív minket. Itt Jézus mondja, de elképzelem, mintha Isten mondaná, hogy gyere be ebbe a szobába, gyere be ebbe a nyugalomba. És nyilván az fontos lehet, hogy találj egy ilyen csendes helyet, de nyilván nem csak erről van szó, hanem itt a szívünkről is szó van, hogy jó bezárkózni egy szobába, ahol nem tudom, szeretjük a csendet, hogyha nyugalomra vágyunk, de hogy lehet, hogy nehezebb csendet csinálni a szívünkben, csendet teremteni benne, de hogy Isten ebben is a segítségünkre van. Ugye a Pásztor Boystól hallottuk ezt a prédikációt múlt héten, ja, hogy Jézus ott van ebben a csónakban, ott van az életünkben, és kérhetjük akár erre, tudod, hogy azt mondhatom, csak kijönthetem neki a szívem, és a tudatában lehetek annak, hogy ő ott van. Mert nagyon könnyen elhisszük ezt a hazugságot, hogy így lehet, hogy nem is mondjuk ki, csak ez így elkezd működni, hogy úgy viselkedek, mintha Jézus nem lenne ott. Mintha nem arra várna, hogy bármelyik pillanatban megszólítsam őt, vagy szóljak hozzá, vagy kérjem őt, vagy hálát adjak neki. És ja, nem tudom, hogy így hogy vagytok ezzel, de hogy igen, tehát hogy Isten erre vágyik, hogy szólítsd meg őt bármikor, bárhol. És ezen gondolkoztam, azt mondja, hogy ti pedig, mikor imádkoztok, nem akarom nagyon szétszedni ezt a verset, sokat gondolkodtam róla, de hogy amikor imádkozol, és itt ugye beszél előtte arról, hogy mások azt mondja, hogy szeretnek a gyülekezetben fennállva imádkozni, és azért, hogy mások hallják őket, és figyeljenek rájuk. És arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy hányszor vagyunk így, hogy lehet, hogy arra gondolok, hogy hú, igen, mások ezért imádkoznak, tudod, mert látják őket, meg hallják őket. És aztán meg arra gondoltam, hogy lehet, hogy én meg sokszor azért nem imádkozok, mert nem látja és nem hallja senki, hogy ez ennek egy nagyon belső indítatásnak kell lennie, és az jó, hogyha nem mások miatt imádkozom, de hogy azért, hogy mások lássák, de hogy meg lehet benned ez az erős meggyőződés, hogy nekem van egy Istenem, és tudom, hogy ő lát engem, és tudom, hogy ő hall engem, és ezért hozzá kiáltok, mert ő az egyetlen reménységem, de tudom, hogy ő ott van, és nem vagyok egyedül, és hogyha rám törnek ezek a dolgok, vagy bármi, akkor megszólíthatom őt, és ott lehetek ebben a közösségben. És ami még nagyon fontos itt, csomó fontos dolog van, de azt mondja, hogy zárd be az ajtódat, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És ugye ott a Zsidó 11:6-ban, azt hiszem, ugye ott mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, és hogy akik hozzájárulnak, azokat ő megjutalmazza. Itt furcsán, érdekesen fogalmazza Károli, azt mondja, hogy megfizetnék egy nyilván, és az ilyen régi szófordulat, tudjátok, hogy harangos, amit itt szoktam mondani, hogy ezért még megfizetsz, hogy nem érdekes, hogy Isten pedig nekünk fizet. Azt mondja, hogy megfizet neked. Isten megjutalmaz téged, hogy muszáj, hogy ott legyen ez az életünkben. Tudod, hogy tudom, hogy nem a falnak beszélek. Tudom, hogy nem a levegőbe beszélek. Tudom, hogy Isten hallgat engem. Tudom, hogy ő valóságos. És ez egy hihetetlen horgonya az életemnek, amit nem szabad, hogy elengedjek, különösen ezekben az időkben, mert
Hát kell, hogy éljek ebben a személyes kapcsolatban, és ezzel akarom befejezni, hogy ez fontos, hogy 1 Korintus 1.9, hogy elsősorban Isten egy személyes közösségre hívott, és hogy ő lehet, hogy könnyen engedünk ennek, hogy kiszakítsanak minket ebből, tudod, hogy lehet, hogy azt gondolom, hogy csak a gyülekezetben lehet felépülni, tudod, hogy szükségem van valaki másnak a segítségére, de erre akarlak bátorítani, hogy ha te hívő vagy, hogyha te megtértél, ott van a Szent Szellem az életedben, akkor neked van lehetőséged, hogy oda menj Istenhez, hogy megszólíts, hogy helyreállj, hogy imádkozz, hogy ő meggyógyítson, hogy átformáljon téged, és nagyszerű, hogy összejövünk itt, meg minden, és ennek egy nagyon fontos része van, de hogy neked hívőként megvan ez a lehetőséged, ez a felelősséged, és erre bátorítalak titeket, hogy ebben álljunk meg otthon, a személyes életünkben, a belső szobáinkban, hogy menjünk oda Istenhez, és éljünk ebben a személyes kapcsolatban. Amen. Sziasztok! Ez jó volt bemenni a belső szobába és közösségbe lenni, és még sok minden más is volt ebbe, és milyen jó látni benneteket. És én még egyszer integetek, a feleségem az internetről nézi, sajnos most nem tud itt lenni velünk. Imádkozunk. Drága Urunk, csak tényleg köszönjük neked, hogy beléphetünk a te szent jelenlétedbe, és csak téged akarunk most is felemeltetve látni, Urunk, a trónodon, Urunk. Köszönjük, hogy te ott ülsz, és uralkodsz, Urunk. És csak szólj személyesen hozzánk, Urunk, érints meg minket, Urunk. Szükségünk van arra, hogy hívjál minket, Urunk, hogy mozdíts minket, Urunk, te drága nevedben. Amen. Sok gondolat jár az elmémben, és megpróbálom ezt pár percben összefoglalni nektek. Egy kis részét elmondanám nektek. És van egy igerész, amit szeretnék felolvasni itt az elején, és ez nem annyira, csak kicsit kapcsolódik az üzenethez, amiről szeretnék beszélni, de kapcsolódik hozzá, és ez egy másik üzenet igazándiból. Ézsaiás 40-ben, hogyha odalapoznátok a 27-es vershez, azt mondja, hogy miért mondod Jákob, és szólsz eként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Érezted már így magad? És nem erről akarok beszélni, hanem a következő versben azt mondja, hát nem tudod és nem hallod-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. És csak azért olvastam el ezeket a verseket, mert ahogy így énekeltünk erről, hogy mennyire hatalmas a mi Istenünk. Micsoda hatalmas Istenünk van. Ő minden fölött uralkodik. És minden fölött akar uralkodni a te életedben is. És remélem, hogy kihív ez az üzenet egy kicsit. Hív téged és kihív ebben. Ezért imádkoztam. Úgyhogy csak tényleg menjünk együtt így. 1 Mózes 1.26-27. Bocsánat, rosszul mondtam. 1 Mózes 1.26-27-es vers. Azt mondja Isten, hogy és mondd Isten, teremtsünk embert
a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfivá és asszonyá teremté őt. És tényleg csak annyira hatalmas Istenünk van, és ő az, aki téged megalkotott. És csak szeretném, hogyha itt körbenéznél így a terembe kicsit. Nézzétek meg egymást. Hány hasonló emberrel találkoztál már, amikor akár itt körülnézel, vagy mész az utcán, aki úgy nézett ki, mint te? Mennyire gyakori, hogy összefutsz önmagaddal a tükrön kívül? Én ott szoktam reggelente találkozni. Néha elég ijesztő a kép. De csak úgy az utcán nem találkozom önmagammal, hanem megyek, és annyira különbözőek vagyunk. Annyira egyedivé teremtett minket Isten. Nincs két egyforma, nem tudom, szoktad-e nézni a természetet, de én mindig elámulok rajta, hogy próbálok két egyforma falevelet találni. És lehet, hogy találok, ami nagyon hasonlít, és tudod, egymásra teszed, most nem tudom így a kezemet egymásra tenni, mert fognom kell a mikrofon, de tudod, így megpróbálod összeilleszteni, és nagyon hasonlít, de mégsem ugyanaz. Mégis kicsit más, és egyedi. És csak így ezen gondolkoztam, hogy Isten annyira egyedivé teremtett minket. És egy pár héttel ezelőtt volt egy beszélgetés, és elég frusztráltan éreztem magam ezen a beszélgetésen. Annyira nagyszerű emberekkel ültem itt együtt, és azon gondolkoztam, bárcsak olyan lennék, mint a Fehér Józsi. Vagy mint a István. A király, olyan lennék, mint a Király István. Hogy olyan lennék, mint a Szabolcs. Úgy tudnék énekelni. Rázza nagyon a fejét. Nem tudom, ismerős ez az érzés? Bárcsak olyan lennék. Bárcsak olyan lennék, mint Dávid. Tudjátok, ment a paritjával és legyőzte. Micsoda hite volt neki. Olvasod ezeket a történeteket. És az van benne, hogy bárcsak olyan lennék. És így ezen gondolkozom, hogy nekem tényleg olyannak kell lennem. Erről beszél az írás, hogy Isten egyformának megteremtette az embert, sok egyforma ember teremtett. Azt mondta, hogy egymásra hasonlíts, olyanok legyetek, mint egyik, értitek, mint a másik. Nem, Isten egyedivé teremtett téged. Teljesen egyedire teremtett. Van egy elhívásod Istentől, egy személyes elhívásod Istentől. És annyira jó volt, amit Ádám mondott, hogy annyira szükségem van arra, hogy legyen egy kapcsolatom Istennel. Hogy bemenjek oda a belső szobába, és személyesen az Úrtól halljak. Nagyszerűek tudod, nagyszerű olvasni a Bibliát, bátorítalak rá. Nagyszerű elolvasni életrajzokat, nagyszerű meghallgatni bizonyságokat, nagyszerű beszélgetni egymással, de ezeknek egyiknek se lehet az a célja, hogy olyan legyek, mint te, olyan legyek, mint ő, mert Isten téged annak teremtett, aki vagy, és ő formálni akarja a te életedet. Lehet, hogy nem tetszik az, aki vagy. Nekem sokszor nem vagyok kibékülve magammal. És igen, Isten formálja az életemet, de Isten adott nekem egy személyiséget, adott képességeket, és hála Istennek, hogy én nem állok ki oda énekelni nektek, és most se fogok. Ezt meghagyom másnak. Van másnak rá ajándéka, van másnak rá tehetsége. Isten elhívott téged személyesen, és... Azt mondja, és csak így keresgéltem a Bibliában, és azt mondja 1 Korintus 4.16-ban, illetve 11.1-ben, azt mondja Pál, hogy legyetek az én követőim, vagy inkább azt mondja, hogy az én utánzóim.
A 4.16-ban azt mondja, hogy legyetek az én követőim, és utána a 11.1-ben azt mondja, hogy legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Igen, el vagyunk hívva arra, hogy kövessünk másokat, de ez nem jelenti azt, hogy nekem más, elváltozunk, ugye, tehát ne értsetek félre, mert ahogy az Úr dicsőségét szemléljük, elváltozunk, úgyhogy el fogsz változni, de nem azzá kell változzál, akit követsz. Nem azzá kell váljak, akit én követek, akire én lehet, hogy felnézek rá, hanem, mit mondasz, hogy a hitét kövessem. Kövessem azt, hogy ő jár az Úrral, hogy neki van személyes kapcsolata az Úrral. És engem nagyon bátorít, amikor beszélgetek valakivel, és látom, hogy ő követi az Urat, és jár hitben, és van egy személyes kapcsolata Istennel. És ez engem arra buzdít, hogy legyen nekem is meg ez a kapcsolatom. Mert ha nincsen meg ez, akkor valakivel itt beszélgettem az Isten tisztelet előtt, ha nincsen meg a személyesség az életedben Istennel, akkor nagyon könnyen, tehát amikor kihúzzák azt a szőnyeget a lábad alól, ami most azt hiszem megtörtént párszor, és valószínűleg még meg is fog történni, tehát akkor nincsen hová menned. Akkor nincsen mivel kapaszkodnod. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, azt hiszem, hogy a 6. fejezetben, és itt egy verset, de azért olvassunk el egy pár verset itt talán a 9-es versről. De ti felületek, szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is, mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. És akkor így gondoltam rátok, ahogy szolgáltok, ahogy szerettek, és azt mondja, Isten nem feledkezik meg erről. És azt mondja, hogy kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységben, reménységnek bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéretet. Járnak előttünk példák, vannak előttünk példák, és igen, kövessük őket. Azt mondja, hogy ne legyél rest, ne legyél lusta, ne legyél ilyen lassú, hanem igenis akiket látsz, példákat, akár a Bibliában, akár itt, tudod, fent az énekesek, vagy bárhol, azért vannak előttünk, hogy kövessük az ő hitüket, az ő példájukat, és menjünk együtt Istennel, és befejezésképpen, csak ha odalapoznátok még János evangéliumához, nagyon szeretem ezt a részt, és ezt akarom így felolvasni végezetül, János 21-ben ott van Péter, és megy Jézussal. És azt hiszem a 18-as verstől. A 20-as versről fogjuk elolvasni, de elolvashatjátok majd itt ezt a részt, megtehetitek később otthon. Megy Jézussal Péter, és azt mondja a 20-as versbe, Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt látva Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mind lészen.
Péter azt mondja Jézusnak, mi lesz Jánossal? Megmondanád, hogy mi lesz vele? Mi fog történni az ő életébe? Hogyan fog menni tovább az ő élete? És aztán azt mondja Jézus erre, mondd neki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, akkor amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. És nem arról van szó, hogy nem törődünk másokkal, hogy nem törődünk a testvéreinkkel, mert fontosak vagyunk egymásnak, szükségünk van egymásra. De azt mondja Jézus, hogy te engem kövess. Te engem kövess. Lehet, hogy a mások nem követnek, te azzal ne foglalkozzál. Értsétek, megint csak jól tudod. Imádkozzál értük, fektess be az életükbe, de ne hasonlítgass magad, ne gondolkozzál azért másképp, hanem te gyere velem. Gyere be, ahogy Ádám mondta, hogy gyere be a belső szobába. Te legyél ott velem. Nem számít, hogy mások nincsenek ott, mert te akkor is ott lehetsz, és szükséged van, szükségem van rád, és gyere és kövess. És aztán Római 12-ben azt mondja a Pál, hogy oda megyek hozzátok, hogy bátorodjatok a, hogy is mondja, nem tudom pontosan, de hogy egymás hite által, hogy bátorodjunk. Szükségünk van egymás bátorítására. Szükségünk van arra, hogy lássuk egymás hitét, de sokkal inkább szükség van arra, hogy te menjél az Úrral, hogy legyen egy közösséged, egy személyes kapcsolatod vele, és te Jézus Krisztust kövesd. Nem másokat, nem mások véleményét, nem a főnököd véleményét, nem a testvéred véleményét. És értsétek ezt jól, mert szükségünk van tanácsra is. De személyesen Krisztusra van leginkább szükségünk. Úgyhogy, drága Urunk, csak köszönjük. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy veled közösségbe legyünk, hogy veled járjunk, és rád akarunk nézni bármi történjen is, és téged akarunk követni. Te vagy az, aki tudod, hogy mi a leginkább szükséges a számunkra, hogy mi a legjobb a számunkra, Urunk. És csak hadd lássunk téged, Urunk, a mindennapokban. Amen. Nagyon-nagyon élveztem hallgatni így az Ádámot és az Ivánt, és azt kell mondjam nektek, hogy nem tudom, hogy melyik a jó, hogyha valaki először beszél, vagy a végén beszél, vagy középen beszél. Igazából az van, hogy nekem ez most borzasztó sok erőfeszítésbe telt, hogy figyeljek, de megérte a dolog, megmondom miért, mert ültem ott az előbb a székemben, és így az órám jelzett, okos az órám, és jelzett az órám, hogy túl magasan van a stressz szintem, és pihennem kell. És ez azt jelenti, hogy ami itt történik, ami most történik, az egy nagyon komoly dolog. De hogy nagyon, nagyon általában, amikor így beszélnem kell, akkor csak az jár a fejembe, hogy mit fogok mondani, és elengedem azokat a dolgokat, amik van egy bevezető vagy valami, de most nagyon tudatosan figyeltem arra, hogy nem érdekel, majd amikor én kerülök sorra, majd akkor majd beszélek, de most figyelek, és ja, így megszólíthatjuk az Istent, igaz? Ezt mondta az Ádám, hogy megszólíthatjuk az Istent, és hogy oda mehetünk ő hozzá, és hogy közösségben legyünk az Istennel, hogy megvan nekünk az a lehetőségünk, hogy közösségben legyünk az Istennél, és használjuk ezt ki. Imádkozzunk, jó? És aztán utána meglátjuk.
Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy töltsd be az én számat, és amit most mondani kell, az hangozzék el, Jézus, a te nevedben. Amen. Úgyhogy nekem is nagyon-nagyon sok gondolatom van, és valahol kezdjük el. És talán én ott kezdeném el, kezdjük el ott, hogy tegnap voltunk egy koncerten, és lehet, hogy nem fogtok hinni nekem, de a feleségem azt fogja mondani, hogy igazat mondok. A Queen koncerten voltunk tegnap. Ami elég fura, mert ugye a Queen az ugye 80-as évek környékén koncertezett, de mi ott voltunk. Ha akarjátok, elfelejtettem elhozni a meghívót, vagy a belépő jegyemet, de jövő héten elhozom és megmutatom nektek. Komolyan, nevettek rajtam, de komolyan így volt. Na, tehát az van, hogy én régen zenéltem. És az a zenekar, ahol én zenéltem, az 40 éves lett, és volt egy ilyen születésnapi koncert, és oda meghívtak, és éppen egy ilyen Queen show-t csináltak, és ott voltunk tegnap a feleségemmel, és nagyon vicces volt a történet. Nem tudom, hogy ki az aki játszott már. Oké, a dicsőítő csapat az is nagyon jó példa erre, a zenészek tudják. Nem, tehát az van, hogy volt a zenekar, voltak énekesek, volt egy szóló basszusgitáros, és ezt így össze kell hozni, ezt a dolgot, és tudjátok, van a karmester, aki az egészet vezényli, de ismerem a srácot, és nagyon nagy bajban volt, mert valahogy elkezdődött egy szám, de nem emlékszem, melyik szám volt, de egyszerűen csak így beszélgettek először az énekesek, és aztán utána valami közönség aktivitás történt, és utána elkezdtek énekelni, és aztán utána mondták az énekesek, hogy oké, akkor most már lassan a zenekar is jöhetne, és a karmester, tudjátok, én ott voltam, tehát figyeltem, annyira vicces volt, hogy így próbálta a szóló basszusgitárossal kapcsolatot teremteni, szemkontaktust teremteni, hogy úristen, most akkor mikor jövök, mi fog történni, és aztán valahogy odaértek, és együtt volt, és nagyon rendben volt. És amikor bejöttem ma ide, akkor egy kicsit úgy éreztem magam, mint egy karmester, mert hogy jött hozzám a Zsolti, az Ádám, az Iván, jött hozzám a Zsófi, jött hozzám az Andi, nincs itt, de az Andi is ide jött hozzám, és olyan fura volt, mert hogy mondta Zsófi, hogy figyeljek majd ki, és majd szemkontaktust veszünk fel az Andival, és akkor kijön, és miért mondom ezt? Hát azért, mert igazából van egy nagy hangverseny vagy koncert, ami zajlik. És ennek az egész hangversenynek, ennek az egész koncertnek a karmestere az Isten. Ő ott áll fönt a pulpituson, ott van a kezében a karmesteri pálca, és vezényli azt az egész művet, koncertet, ami körülöttünk zajlik a világban. És néha olyan, hogy egy kicsit ilyen diszonánsnak tűnik a dolog. Igaz? Olyan furcsa hangzások vannak, olyan furcsa, keresem a szavakat, mert nem erről akartam beszélni. Olyan furcsa akkordok vannak, furcsa hangközök vannak, és úgy érzed, hogy hamis az egész, de ez is úgy kezdődött, kibeszélem őket, de nem baj.
elkezdődött, és meghallgattuk, az első számot hallgattuk, Show Must Go On. Ezt mondhatjuk Isten is, Show Must Go On. Itt vagyunk benne a dolgokban, és menni kell a show-nak. És ez történik, úgy értem, néha kapkodjuk a fejünket, de Isten ott áll, vezényel, és minden megy úgy, ahogy ő szeretné. Lehet, hogy félünk, lehet, hogy meg vagyunk ijedve, de te igazából a show az úgy megy, ahogy Isten ezt vezényli. Na, oké, elkezdték a számot, és így egymásra néztünk a Krisztivel, és azt mondjuk, hogy Jézusom, mi lesz itt? Mert annyira diszonáns volt, és ez azért van, hangosítók tudják, beállítasz egy hangosítást, beállítod a mikrofonokat, mindent, ott van az üres terem, és valahogy szól, de onnantól kezdve, hogy tele lesz a terem közönséggel, és oda mennek az emberek, az teljesen más. Azt onnantól kezdve a beállítást azt újból kell kezdeni. És utána zseniális volt, úgy értem, tényleg. Tehát az elején volt egy kicsi, utána kicsit mozgatni kellett, finomítani kellett, és amikor történnek a dolgok az életünkben, az életedben, megy a koncert, szól a zene, és úgy értem, hamis, vagy nem tudom mi van, Isten hangol egy kicsit rajta, kicsit finom hangol rajta, kicsit följebb tolja az egyik potmétert, vagy a másikat, egy kis hangerőt ad, vagy lejjebb veszi, és utána újra hallom én is azt a zenét, azokat a hangzásokat, amikre azt mondom, hogy oké, gyönyörű. Néha hosszabb részek vannak, amikor csak ilyen zűrzavaros ez a dolog, de Isten az, aki vezényli ezt az egészet. És persze a Bibliából is szeretnék felolvasni, tehát hogy így onnan is így olvassunk fel, és ja, nagyon, nagyon sok dolog kavarog így a fejemben, így ahogy így utaltatok rá, talán mind a ketten Iván és Ádám is a múlt hétre. Nagyon kavarognak bennem azok az üzenetek, amiket múlt héten hallottunk. És azok a versek, amiket az elmúlt hetekben így olvastam és szólt hozzám. Talán 1 Péter 2-vel szeretném, 1 Péter 2-höz szeretném, hogyha odalapoznátok, és van néhány vers, amit innen szeretném, hogyha megnéznénk. Nagyon-nagyon élvezem azt, és erre bátorítalak benneteket, hogy így használjatok különböző fordításokat. Nem kell, hogy 8 Biblia ott legyen melletted, ott sorakozzon a polcon, mert az internet, a telefon, a különböző Biblia alkalmazások azok nagyon-nagyon nagy lehetőséget adnak, hogy találjunk különböző fordításokat. Nem tudom, hogy azt hiszem, hogy ez amit most olvasni fogok, ez a Békés Dalos fordításból. Békés Dalos fordítás mondja így, azt mondja, 4. és 5. vers 1 Péter 2-ben, tehát. Ha hozzá az eleven kőhöz járultok, amelyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves áldozatokat mutassatok be. És nagyon szeretem ezeket a verseket, de nagyon sok mindent értettem meg belőle az elmúlt néhány hétben. Nem tudom, hogy az Attila emlékszik-e rá, de valamikor a 2000-es évek, 2002-3, együtt csináltuk a vasárnapi iskolát,
És ez volt az egyik, ez volt az első olyan vers, amit a gyerekeknek tanítottunk lenn. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel, szellemi házzá, szent papsága. Azóta is tudom ezt a verset, ez volt az aranymondás, amit meg kellett tanulni a vasárnapi iskolában. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit jelent az, hogy ti magatok is épüljetek fel, szent házzá, szent templommá, és papsággá, de hogy ez volt benne, hogy épüljetek fel, az van fönt. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, és gondolkodok, oké, hogy tudok én felépülni? Hogy tudom én felépíteni magamat? Én nem tudom felépíteni magamat. De kerestem, és néztem, és figyeljetek, tehát ez a másik fordítás, figyeljetek, ha hozzá az eleven kőhöz járultok, amelyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt eleven kövek módjára ti is lelki templommá és szent papsággá épültök. Ez nem arról beszél, hogy nekem építkeznem kell. Hogy fogom, föltűröm az ingújat, nem fogom föltűrni, de hogy fogom, föltűröm az ingújat, megyek, és akkor építkezünk. Azt mondja itt nekünk Péter, hogyha hozzájárultok, ha hozzájárulunk, ha hozzámegyek, ha Jézushoz megyek, akkor figyeljetek, bármi történik, fel fogok épülni szent papsággá, szellemi házzá. Isten az, aki felépít engem. Isten az, aki elvégzi ezt a munkát bennem, amiről beszélt az Ádám, hogy megszólítom az Istent, és oda megyek hozzá. És azzal, hogy oda megyek az Istenhez, ő végzi az ő munkáját bennem. Ez az ő munkája, ahogy az Iván beszélt róla, hogy közösségünk van vele, hogy Isten arra vágyik, hogy közösségben legyek vele. És hogyha megyek, és ott vagyok közösségben, akkor ő végzi ezt az ő munkáját. És valami történik, valami csoda fog történni, és én felépülök eleven kő módjára, egy szent templomban, egy szent papsággá fogunk fölépülni. Így írtam ezt a drága testvéreknek a házi csoportban, hogy becsuktam a szememet, és így elképzeltem magam, hogy egy ilyen, képzeljétek el, csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek el, figyeljetek. Tehát képzeljétek el, hogy egy ilyen katedrálissá nőtök. És olyan ez, hogy tudjátok ezt látni, tehát nem az van, hogy innen, hogy ilyen kicsi vagyok, hogy így nem lát engem senki, hanem a katedrális az olyan, meg egy ilyen nagy székesegyház, vagy nem tudom. Erről beszél az Isten, hogy egy ilyen katedrális, vagy egy ilyen templom az annak idején, meg szerintem most is annak a területrésznek, annak a városnak, annak a régiónak az egész életét, az egész társadalmát befolyásolta, és hatással volt rá. Tudunk így gondolni magunkra, hogy Isten, oda megyek Istenhez, és ő végzi az ő munkáját, és aztán az, amit ő elvégez bennem, az a gyülekezetben, a gyülekezeten kívül egy akkora hatással van, egy akkora hatással bír, és lehet, hogy én hasonlítgatom magam az Ivánhoz,
hogy nekem nincs meg, nem tudom, én nem tudok úgy gondolkodni, mint az Iván, és pedig, mert az Iván sokkal ügyesebben gondolkodik, mint én, és én meg nem tudok úgy gondolkodni, ahogy ő, de Isten meg nem így gondolkodik, hanem így szépen, annyira jól néztek ki, de most komolyan tényleg, tehát hogyha úgy néznek ki a dolog, hogy bocsánat egy kicsit, tehát hogyha én arra nézek, ott el tudom képzelni a közönséget. És itt van a zenekar, én rossz helyen vagyok, mert ez itt Jézusnak a helye, és ő vezényel. És ott itt van a zenekar, ti ültök benn, velem együtt valahol itt ültök benn a zenekarba, és ő vezénye. És tudjátok olyan ez, hogy van amikor a... Oké, ez fúvós zenekar. Tehát van amikor a fafúvósok, van amikor a fafúvósoknak van az ideje, és van, amikor ők játszanak. A többiek meg ülnek, meg nem tudom én, keresik a kottába, hogy éppen hol tartanak, mert elvesztették, meg nem tudom, mit csinálnak. Az ütősök is most egy kicsit csöndben vannak, de tudják, hogy hamarosan ők fognak következni. Nem méregetik azt, hogy oké, mennyivel jobb a trombitásnak, mint a klarinétosnak, hanem mindenki tudja, hogy hol van a helye. És igazából ebben a munkában is mindannyiunknak megvan a mi helyünk. Mindannyian valamilyen helyre vagyunk állítva, ahogy sokat hivatkozok arra, amiket mondtak, mert így áll össze ez az egész. 9.-10. vers, 1 Péter 2-ben, és akkor így lassan így a vége fele közeledünk majd. Itt azt mondja Péter, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott titeket. Ti, akik valaha nem voltatok nép, most Isten népe vagytok, akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most irgalomra találtatok. Tudunk-e így gondolkodni magunkról, hogy mi Istennek a választott népe vagyunk? Tudunk-e úgy gondolkodni, hogy királyi papság vagyunk, hogy szent nemzet vagyunk, hogy Istennek a tulajdon népe vagyunk. Én magamtól nem tudok ilyen okosságokat kitalálni. Figyeljetek, ezt Isten mondja nekünk, ezt Isten mondja nektek, ezt Isten mondja mindannyiunknak, hogy mi az ő választott népe vagyunk. És sok minden, tényleg nagyon sok minden történik mostanában. Ádám utalt rá. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy mi történik, mi zajlik. De nekünk ki más van a világban, aki józanul tud gondolkodni, és pontosan tisztában van azzal, hogy hol a helye, és kicsoda ő. Ki az, ha nem mi? Ha nem mi vagyunk azok, akiknek tudnunk kell, hogy mi Istennek a népe vagyunk. Olyan furcsa, itt a 10. vers azt mondja, hogy ti, akik valaha nem voltatok nép, most Isten népe vagytok, és ezen gondolkodtam, hogy nem tűnt eddig fel, hogy olyan ez, hogy azt mondja rólunk Isten, hogy nem voltunk nép. Vagyis nekem ez egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha ilyen magányos farkasok lennének azok az emberek, akik így Isten népén kívül vannak. Hogy így egyedül. De lehet, hogy rosszul értem, lehet, hogy rosszul értelmezem ezt, de most valahogy azt mondja nekem ez, hogy,
hogy azon túl, hogy megismertem őt, és vele járok, vele járhatok, van egy személyes kapcsolatom, egy személyes közösségem az Istennel, nem csak, hogy ez van meg nekem, és még mindig lehetne az, hogy oké, én Istenhez tartozom, és vele járok, de nem, hanem azt mondja, hogy Isten népe vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy ott van nekem, ott vagytok nekem ti, és ott vagyok én is nektek. Hogy együtt vagyunk mi így Istennek az ő népe, és figyeljetek, hogyha egy zenekarból hiányzik egy szólam, akkor az nem úgy szól. Egyszerűen csak nem úgy szól. És Isten a legjobbat rakja össze. Isten a legjobbat rakta össze. Úgyhogy neked és nekem pontosan ott, ahol vagyok, ott van az én helyem, ott van a te helyed, és ne gondolkozz azon, hogy vajon jó helyen ülök-e, hanem igen, az a te helyed, az a te részed, ahol ülsz, és igen, követjük őt, ahogy Iván beszélt róla, hogy itt a negyedik vers mondja, hogy hozzájárulunk, hogy hozzá megyünk, hogy vele akarunk együtt lenni, és akkor formál bennünket, és egyre jobbak leszünk abban a szólamban, azon a helyen, ami a mi helyünk. Talán ezzel a verssel szeretném befejezni. Jeremiás 33, és a 33. vers azt mondja, hogy kiálts hozzám, és felelek. Nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Mit akarok ezzel mondani? Sokszor szeretnénk előre tudni dolgokat, sokszor szeretnénk előre látni dolgokat, de nem látunk, nem látjuk ezeket a dolgokat. Isten azt mondja nekünk, hogy kiálts hozzám, és felelek neked. Nem tudsz valamit, gyere hozzám, és megadom neked a választ. Olyan dolgokat fogok elmondani neked, amikről elképzelésed sincs. Nagy dolgokat fogok neked mondani, olyanokat, amiket nem tudsz. De hogyha hozzám jössz, akkor megtudhatod őket. Akkor megmutatom neked, akkor elmondom neked. Azért, mert az enyém vagy. Mert választott nemzetség vagyunk. Mert szent nemzet vagyunk. Mert királypapság vagyunk. Mert tulajdonul választott nép vagyunk. Amen. Imádkozzunk, jó? Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy szólsz hozzánk, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy megszólíthatunk téged. És arra vágysz, hogy megszólítsunk téged. Vonj bennünket, Istenünk, kérünk téged, vonj bennünket magadhoz közel. Köszönjük neked azt, hogy közösségben lehetünk veled, és ez a te vágyad, hogy közösségben legyünk. De szüntelen vársz arra, hogy jöjjünk, megszólítsunk, kérdezzünk, hálát adjunk, bármi, Istenünk, azért, mert mi hozzád tartozunk, a te néped vagyunk. Kérünk téged, Istenünk, arra, hogy emlékeztess bennünket erre, imádkozunk, Istenünk, azért, hogy vonj bennünket közel magadhoz, mert szükségünk van rád, Istenünk. Dicsérünk téged, és magasztalunk, Istenünk. Dicsérünk téged, és magasztalunk. Köszönjük neked, Jézus, a te nevedben.